A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány a hátrányos helyzetűek oktatása, azaz a H2Jó nevű programot mutatta be a mechatronikai szakközépiskolában, ahol hamarosan bevezetik a sikeres módszertant. Az eddig csak általános iskolákban alkalmazott program motiváltá teszi a korábban reménytelennek gondolt gyerekeket, fejleszti képességeiket és csapatjátékossá neveli őket. A H2O konferencián jelen voltak a program legnagyobb támogatói, a Vodafone, a GE és a Kürt ZRT vezetői is. Messze nem csak a hátrányos helyzetűekről van szó, hanem minden olyan intézményben, ahol a fontos a diákok kommunikáció képességének a javítása, nagyon eredményesen használható. Ez csoportmunkára épülő módszertan. Hangsúlyozom, módszertan, nem beszélünk a tananyagról, mert a tananyag az pontosan ugyanaz, mint bármelyik magyarországi intézménybe, oktatási intézménybe. A program lehetőséget nyújt a kimagaslóan tehetséges, az alulteljesítő, valamint a tanulásban lemaradt gyerekek sikeres együttnevelésére. A programban heterogén képességű gyerekekből szerveznek csoportokat, ezzel elkerülhető a szegregáció, a különböző képességű diákok pedig egymást segítik a fejlődésben. A tapasztalatok szerint a módszer által sokkal motiváltabban tanulnak a gyerekek, és a pedagógusok is elkötelezettebben dolgoznak. Hátrányos helyzetűeknél, ugye, ami a szociálisan egyik legérzékenyebb terület Magyarországon az oktatásban, ez a várakozáson felüli sikereket hozott. Tehát olyan szinten, hogy gyakorlatilag megszűntek a hiányzások, a bukások száma tizedére csökkent, jelentősen változott a továbbtanulási arány, tehát halmozottan hátrányos helyzetű iskolában 98%-os továbbtanulású arány, azt hiszem, hogy ez magáért beszél. Emellett megfigyelhetők a tanulók szocializálódásának is a pozitív változása. Ez olyan szinten, hogy a családokba is hazaviszik ezt az élményt, és a családokból ezekbe az iskolákba később bekerülő gyerekeken már látszik, hogy itt valami pozitív változás történt. Az alapítvány vezetője azt mondja, ahhoz, hogy a módszert elterjesszék a magyar iskolákban, kormányzati támogatás is szükséges. Tudni kell, hogy ennek a módszertannak az intézményesítése és elterjesztése nem valósítható meg kormányzati támogatás nélkül. Bízunk benne, hogy ilyen nagyon gyorsan és jól megtérülő befektetésre is találunk forrást.